Sziasztok! November 5-e vasárnap van. Ezúttal a műsor témája a múltkori videón folytatása lesz arról, hogy az altcoinok értéküket nem tudták jelentősen növelni, miközben a bitcoin ára az egekbe szökött. Mit csináljunk legközelebb, hogyan módosítsuk a portfóliónkat, hogyha befektetők vagyunk. Mindjárt erről fogok beszélni. Mielőtt azonban belevágnék, szeretnék beszélni a BitConnectről, amelyik az ötödik legnagyobb pénzé lépett elő ezen a héten a CoinMarketCap-en. Azonban az üzleti modellje annyira fenntarthatatlan, hogy most már másnak is feltűnt, és a CoinCodex az egyik kiemelkedő listázó, mint a CoinMarketCap, elhatárolta magát ettől a pénztől, és egy közleményt adott ki. Itt olvashatjuk angolul a CoinCodex közleményét, lefordítom. Figyelmeztetés úgy gondoljuk, hogy a BitConnect üzleti modellje gazdaságilag fenntarthatatlan, ezért úgy határoztuk, hogy a távolságot megtartjuk ettől a projektől, és így értesítik a nagy érdeműt erről a döntésről. Azt hiszem az én véleményemet jól ismeritek, hogy mit gondolok az ilyen MLM-es piramis rendszerekről, de nézzünk bele az október 28-ai BitConnect show -ba. nagyon keményen nyomták ott a kontentet. Itt egy kis bejátszás. Atya ég. Hát ilyet miért nem látunk a bitcoinnál? Meg a többi pénznél sincs ilyen. Hát nézzük meg a többi pénz, hogy hogy működne ugyanez a szisztéma a többi pénzre. Tether Yes Okay, Money Yes Cool Na jó, ezt inkább nem, mert itthon van a szomszéd. Tudjátok, azért nem csinálja a többi pénze ezt, mert a többi pénz nem egy szekta. Ezzel elérkeztünk az adás fő témájához, a portfóliunkkal mit csináljunk, hogyha sok benne az altcoin. Június közepén a bitcoin elérte a piaci dominanciájának a minimumát, nagyjából 37%-on állt akkor a dominancia. Azóta azonban kisebb megszakításokkal folyamatosan növekszik a részesedése a bitcoinnak is jelenleg 60% felett van. Kék színnel itt az Ethereumot jelölték, és látszik, hogy a két részesedés megközelített egymást, aztán folyamatos a csökkenés. Most már 5 hónapja ez a trend folytatódik. Ezen a dián az Ethereumnak az árgrafikonját láthatjátok Bitcoin skálán. Április végén elindult egy komolyabb növekedés, azt gondolta mindenki, hogy az Ethereum lesz a lista vezető, lesz egy flippening hangolul, tehát az Ethereum letaszítja a trónjáról a Bitcoint. Ezt gondolták az emberek, egyikét ez nem volt nagyon messze az igazságtól, majdnem be is érte. Aztán folyamatos volt az értékvesztés, és hogyha a mai napot visszanézzük, akkor április végi árszintet láthatunk az Ethereumnál. Itt a harmadik legnagyobb pénz a Ripple. Detto. Ugyanez a helyzet. Nézzük meg. Visszamegyünk. Május egy vagy április végi árszint van. Ez az árgrafikon nagyon tipikus, mint hogyha a spánielemnek a hangulat görbéjét látnám. Indul a spánielnek a napja, jól bereggelizik, tele van a hasa, innen indul utána a kedv, és akkor látja, hogy autóval megyünk el. Nagyon megörül, hogy akkor megyünk az erdőbe táncol örömében, csóválja a farkát, azonnal ugri be a kocsiba, nagyon jó a kedve, egyre jobb a kedve, mondja, hú de jó, nagyon jó indul ez, ez a nap, reggel találtam még egy döglött patkányt is, most itt vagyok a gazdival, egy puszit is adok neki, de jó ráz ez az autó, aj de kellemes, megyünk tovább, ne csináld meg a futóművet gazdi, addig alszok egy kicsit, aztán élvezem ezt a erdei kirándulást. Utána megérkezünk, föl kell a spániel, azt mondja, „Hüha, valami nincs rendben. hol vagyunk? Basszus állatorvos! Puff, beesik itt az egész. Mély ponton van, nem lehet a kocsiból kihúzni, jutalomfalattal egy kicsit kijön. Azt mondja, na jó van, bemegyünk, biztos csak megnézik, hány kiló vagyok. Aztán mi ez a kezében a állatorvosnak? Ó, parvó szopornyica oltás, puf beesik. Ha magatokra ismertetek, ugyanez van. Amikor így mentek fel az árak, akkor az összes fórumon mentek a posztok, hogy Ripple to the Moon csináltak egy űrhajót Ripple emblémával, utána, amikor megesett, akkor mindenki szitta a Ripple-t, hogy micsoda rettenetes pénz, utána ez egy lajhárpénz meg sem mozdul, nem lehet vele mit kezdeni, és a hangulat pont ugyanúgy működött az embernél is, mint a spánielnél. Miért mondtam ezt a spánieles sztorit? Azért, hogy érzékeltessem, hogy írtózatos hangulati kilengések vannak a tőzsdén. Megy a táncolás, utána meg megy a sírás. És ezen megyünk valamennyien keresztül. Nézzük tovább a nagy pénzeket, Litecoin. Itt az ár, visszamegyek, április közepe. Tehát Hét hónapja az ár nem tudott elmozdulni, illetve elmozdult, de most ugyanott van. Tehát, mintha nem csináltunk volna semmit hét hónapon keresztül. Des, ugyanez. Ott márciusig meg vissza kell menni, tehát itt nyolc hónapos értékvesztés volt. Nézzük utána a kisebb pénzeket. Itt az Omiszego, itt az ár augusztusi. Azért csak augusztusi, mert előtte nincsen áradat. Menjünk utána tovább, waves, itt már kisebb pénzek jönnek. Visszamegyünk, itt is április közepe. Ark, még egy másik népszerű pénz, Détades nagyon tolta, nagyon reklámozta, szerintem milyen jó, mondjuk szerintem is. Itt visszamegyünk, azt mondja, hogy augusztus közepe. Tehát minden pénznél az a minimum, hogy három hónapos visszalépés, de van olyan pénz például a Desnél, ahol 8 hónapot visszamentek az árak a Bitcoin skálán. Akik kereskednek, azoknak kizárólag a Bitcoin számít. Tehát teljesen mindegy, hogy az altcoinok mit csinálnak. Számukra az altcoin csak azért van, hogy a Bitcoin egyenlegüket növeljék. Meg lehet kérdezni bármelyik kereskedőt, akik profi kereskednek, kizárólag a kereskedésben a Bitcoin egyenleg számít. Ezt az egyenleget kell növelni. Nézzük akkor most a befektetést, tehát nem kereskedésről van szó, hanem befektetésről, ahol egy pozícióban hónapokat ülünk. Itt van egy vonal, ide rajzoltam a dollár, tehát ez itt a dollár árszivonal. Az a jó, hogyha a portfóliónk ugye jobban növekszik, mint a dollár. Aki dollárban is mínusz csinált, az valahol itt található a portfólió szempontjából. Utána van a kapitalizáció növekedése, és ha az utóbbi hónapot nézzük, akkor van a bitcoin növekedése, van, hogy ez a kettő helyet cserél, de a legtöbb hónapban igaz az, hogy dollár van legalul, és akkor onnantól jön vagy a bitcoin, vagy a kapitalizáció, itt szintén aztán vagy a bitcoin, vagy a kapitalizáció. A példa kedvéért tegyük fel, hogy a bitcoin nőtt a legtöbbet, ugye októberben, és a kapitalizáció kicsit lemaradt. És akkor a portfóliónk valahol itt van, tehát aki csinált a dollárhoz képes mínusz 10%-ot, az itt van, aki plusz 10%-ot csinált, az valahol itt van, és aki meg csinált mondjuk 40%-ot, az meg valahol itt van a skálán. Aki meg a bitcoinnál is jobban tudta növelni a portfólióját, az meg valahol itt van ezen az egyenesen. Három típusú portfólió van, van olyan portfólió, ami a kapitalizáció növekedését próbálja követni. Van egy másik összeállítás, ami például a bitcoin növekedését próbálja szimulálni. Aztán van egy harmadik típusú, az ilyen egyveleg, amikor összevásárolnak mindenfélét, és aztán reménykedjünk a legjobban. Beszéljünk akkor a kapitalizáció növekedését szimuláló portfólióról. A kapitalizációt nem tudjuk követni pontosan mert a kapitalizáció növekedése tartalmazza az újonnan létrejött pénzegységeket, tehát például a bitcoinnál is ugye bányásznak, mi nem bányászunk, ez növeli a kapitalizációt, plusz új pénzeket is dobnak a piacra, tehát tegyük föl, hogy a célnövekedés a kapitalizáció növekedése, és abból mondjuk vonjunk le 10%-ot. Tehát ha a kapitalizáció nőtt 30%-ot egy hónapban, akkor nekünk olyan 27%, mondjuk esetleg 25 százalék, tehát nagyjából ez ilyen célérték, hogy 25-27 százalékos növekedést illik produkálni egy olyan portfólióval, ami a kapitalizáció növekedését próbálja követni. A kérdés az, hogy miként tudjuk a teljes piac kapitalizációját növelni. Egyszerű a válasz, össze kell vásárolni azokat a pénzeket, amelyekkel le tudjuk fedni a kapitalizációt hogyha például bitcoinból van 60%, ethereumból van mondjuk 20%, ha éppen annyi az arány, most nem tudom pontosan, és így tovább, mondjuk a bitcoin cash lehet, hogy kihagynám, mert egy fiatal pénz, de a példa a kedvéért, akkor nézzük a ripple Litecoin Dash, tehát hogyha az első mondjuk 5-6 pénzt összevásároljuk a kapitalizációk arányában, hogy ugye mekkora részesedés a piacból, akkor már 80%-át lefettük a teljes piacnak. Ez egy index követő portfólió. Ebben nincsen semmi ördöngőség. Tehát egy ilyen portfólió, akármi is történjék, majd követni fogja a teljes piaci növekedésnek a ö, arányát, és hogyha majd ez elbillen valamilyen irányba, akkor nekünk ki kell egyensúlyozni a portfóliónkat. Van egy videóm, Pont erről a témáról, erről a linket beraktam a videó leírásába. Egy hónaponta menjünk fel a koi Market re nézzük meg a pénzek növekedését, mekkora a piaci részesedésük, és hozzá tudjuk igazítani a portfóliónkat úgy, hogy az továbbra is index követő legyen. Álljunk meg itt egy pillanatra. Tehát egy kulcs konklúzió a videóban hogy el kell döntsük, hogy milyen portfóliót építünk fel magunknak. Az én portfólióm index követő. Számomra teljesen mindegy a bitcoin növekedése ebből a szempontból. Az én portfólióm mindig a teljes piac növekedését követi, ez szimulálja. Tehát amikor én újra balanszírozom a portfóliómat, akkor én az arányokat nézem, és ehhez igazítom a pénzeim arányát a teljes portfólióban én amikor kezdetben összeállítottam a portfóliómat, abban a pillanatban eldöntöttem, hogy index követő portfóliót állítok össze. Ezt én nem változtatom. Most, ebben a hónapban, októberben a piacot követtem, ezért messze lemaradtam a bitcoin növekedéséről. Legközelebbi hónapban meg lehet, hogy pont fordítva lesz. Tehát számomra nem igazán elszomorító tény az, hogy a bitcoin mennyit nőtt, és a portfólium csak a felét tudta nőni. Mert felismertem azt, hogy nekem index követő a portfólióm, számomra ezért a bitcoin növekedése jó, mert ugye a portfólióm ezáltal nő, de csak olyan arányban, amennyi a bitcoin részesedése a portfóliómban. Nézzük a következő portfólió típust, a bitcoin növekedését követő portfóliót. Az első kérdés az, hogy akkor miért nem csak bitcoint veszek? Hát akkor veszek csak bitcoin, a 100%-ban követi a bitcoin, sőt jobban, mert még kapom a hardforkokat is, tehát még a bitcoin Növekedését is felülmúlnám. Nézzük az okokat. Az egyik ok az, hogy nem csak bitcoin veszünk, hogy elosszuk a kockázatot több pénz között. A második ok, hogy nem csak bitcoin veszünk az az, hogy a kisebb pénzek jobban nőhetnek, mint a bitcoin valószínűleg, és elképzelhető, hogy még jobban növekszünk, mint a bitcoin. Hát ez a cél. De, mint láthattuk, az utóbbi hónapokban nem így történt. De ez a két ok hogy nem csak bitcoint veszünk, tehát kockázatmenedzselés és növekedés próbáljuk maximalizálni. Térjünk vissza profit egyenesre, ugye itt van a bitcoinnak a növekedése, és hogyha csak bitcoinunk lenne, akkor itt lennénk, vagy még feljebb megkaptuk a kis hardfor pénzeket. Viszont nekünk vannak kis pénzeink is, altcoinok, -ok, azért, hogy elosszuk a kockázatot és felülmúljuk a bitcoin növekedését. A kérdés az, hogy mennyit vagyunk hajlandó ezért feláldozni. Ha mondjuk 80% bitcoin van és 20% egyéb pénz, akkor ez az x nem egy nagy szám. Ha viszont a bitcoin mondjuk csak 40%, és a többi az bármilyen más pénz, akkor lehet, hogy itt lent vagyunk. Tehát nekünk kell megmondani azt, hogy mennyiben vagyunk hajlandó eltérni a bitcoin növekedésétől. Aki azt mondja, hogy mondjuk 15% volt, az 85% bitcoin kell vegyen, és 15%-ban vesz valamilyen más típusú pénzt, viszont ezzel kevésbé menedzeli ugye, a kockázatot. Ezt nektek kell eldönteni, hogy mennyit vagytok hajlandóak engedni a bitcoin növekedéséből, hozzáteszem, ez lehet növekedés, tehát ez elmentünk ebbe az irányba is, de ezt a távolságot nektek kell felmérni, és ennek megfelelően kell kiválasztani a bitcoin arányát a portfóliótokban. A bitcoin kapitalizációját követő portfólió összeállítása sokkal nehezebb, mint a piaci kapitalizáció növekedését követő portfólió. Most csak meg kell venni a pénzeket a piaci arányúban. Ugye a bitcoinnál meg azért nehéz, mert van egy olyan befektető, aki azt mondja, hogy nem akar 50%-nál nagyobb bitcoin mennyiséget, mert az számára túl nagy kockázat. Akkor neki úgy kell megválasztani a többi 50%-ot, hogy tudja követni valahogy majd a bitcoin növekedését. Ez nem egyszerű feladat. Ezért én szándékosan úgy állítottam össze a portfóliómat, hogy a kapitalizációt növelje pont ezen szempont miatt. Azonban van segítség azoknak is, akik szeretnének olyan altcoinokat megvásárolni, amelyek követik a bitcoin növekedését. Erre itt van egy link, ezt beraktam a videó leírásába, ezért nem kell megállítani a videót. Ez a Matrix mutatja a pénzeknek a növekedését, méghozzá korreláció szerint a bitcoinhoz képest. Tehát a bitcoin jelen pillanatban azt mondja, hogy 0.63-as a legnagyobb érték, tehát az utóbbi 90 napban a Litecoin követte legjobban a bitcoin növekedését, és legkevésbé pedig a Stratis. Tehát, hogyha most kellene nekem választani valami pénzt, ami valamennyire követi a bitcoin növekedését, és erre a korrelációs matrixra hagyatkozni, akkor egyik ilyen pénz lenne valószínűleg a Litecoin, ugye a második pedig az Ethereum az utóbbi 90 napban, de hát ugye nem biztosítja semmi az, hogy a következő 90 napban is ez a matrix ilyen, de valamennyire támpontot ad, ez csak egy támpontnak szolgál ez a matrix, nem mondja meg a tutit, hogy gyerekek ez lesz legközelebb, de azért segítségnek tökéletes aki bitcoin követő portfóliót szeretne csinálni, annak kötelezően föl kell menni a blogfólióra, itt egy minta, nem az én portfólióm, tehát a értékek nem az én blogfóliómról van, szóval ide kell kattintania erre a jelre, utána látjátok majd a portfóliótok alakulását időben. Utána nyomjatok majd erre a jelre, ahol látjátok dollárban az összeget ekkor megjelenik majd a blokkfólióban a dollárban számított érték helyett a bitcoinban számított portfólió. Így fog kinézni. Tehát itt egy bitcoin jelet láttok, és itt lesz majd egy összeg. Ha azt látjátok, hogy itt egy egyenes vonal van, akkor azt jelenti, hogy nagyon jól tudtátok követni a bitcoin növekedését. Ugye ez a cél, hogy itt egy egyenes vonalat lássatok, így. Ez itt különben, az én portfóliumnak az alakulása, nekem indexkövető van. Tehát azt látjátok, hogy folyamatosan növekszik a portfólióm, viszont ha megnézzitek, akkor látható, hogy az utóbbi hónapban folyamatosan csökkent a portfólióm a bitcoin skálán, viszont a dollár skálán meg növekedtem, de ugye nekem az a célom, hogy dollár skálán növekedjek, nekem ezért dollár skálán kell nézni, mert a teljes piac növekedését is dollárban nézem. Tehát nekem a bal oldal itt kell nézni, ez az én blogfólió képernyőmnek a két hivágása, tehát itt dollár, itt bitcoin skálán is látható, hogy egy, ugye én itt esek, de ez számomra nem elkeserítő, mert nekem a cél a dollárban való növekedés, nem a bitcoinban való növekedés. Viszont aki bitcoin skálát néz, és bitcoinba követi a portfólióját, az minden nap menjen fel, csak azért, hogy szokja azt, hogy ő bitcoin skálán nézi, ez csak azért van, hogy egy szokás felvegyen, és ne a dollár értéket nézze kizárólag. Ezzel én most befejezném ezt az adást, majd innen fogom folytatni, hogy a harmadik típusú portfólióval mi a helyzet, ahol több fajta pénzt vásárolnak össze, és a cél az, hogy minél jobban növekedjünk, de nem a bitcoin növekedésüket akarjuk szimulálni, nem is a teljes piacnak a növekedését, hanem valamit teljesen más. Erről az egyveleg portfólióról majd a következő adásban beszélek. Még elköszönök, azért egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Senki se kapkodjon, nem az a célom ezzel a műsorral, hogy mindenki eldobja az összes pénzét, és azonnal átszervezzen mindent. Főleg nem a hard fork előtt most a következő tíz nap kritikus lesz lehet, hogy az a legjobb, ha valaki nem nyúl hozzá, ezt nektek kell eldönteni. Tehát tényleg nem az a célom, hogy azonnal itt mindenki felforgassa a portfólióját. Itt egy szemléletet szerettem volna bemutatni, hogy el kell döntsétek, hogy milyen típusú portfóliótok van. Bitcoin követő, index követő, vagy valami teljesen más egyveleg. A legegyszerűbb portfólió, legalábbis számomra, az index követő. Ezután jön a Bitcoin követő portfólió és akkor innen folytatom legközelebb, várlak benneteket. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!